Jó néhány éve téma is beszélünk róla, hogy milyen módon van jelen a modern technika, nem csak nekünk felnőtteknek a hétköznapi életében, hanem a gyerekeknek is az életében. Egy egészen pici gyerek is már olyan profin kezel egy tablettet például, vagy egy okostelefont, talán sokkal jobban, mint mi magunk. Hány éve éreztétek azt, hogy ez a jelenség olyan szinten jelent meg a mindennapokban, itt az óvodában, hogy ezzel valóban foglalkozni is kell, bele kell építeni a képzésbe, hiszen itt pont ezt csináljátok? Most már harmadik éve, hogy foglalkozunk ezzel a területtel, és amit még feltétlenül megemlítenék, hogy az óvodavezetőnknek a támogatása, és ezen a területen, hogy mennyire innovatív, és lehetőséget adott nekünk, hogy ezeket kipróbálhassuk csoportokban. Mennyire unikális ez itt Pest-Erzsébeten? Van még más óvoda, aki ilyen szinten beépítette a képzéseibe? Azért az ember hallja, a tabletek azért beépülnek, már az óvodapedagógusi munkában, nem csak a gyerekek használják a tableteket, hanem a felnőttek és óvodapedagógusok is szemléltető eszközként, vagy bármi más módon zenehallgatásra is. De mi azt a területet ragadtuk meg, hogy képesség és készségfejlesztés tablettel. Tehát nem csak szemléltetés, hanem hogy ha már használják, akkor ezt ne tekintsük úgy, mint hogyha... Akkor értően és hasznosan használják. Pontosan, egész pontosan, hogy néznek ki az ilyen típusú foglalkozások. Ezek nem kifejezetten foglalkozások, hanem a játékidőben lehetőséget adunk tablettel való játékra is. Amellett a gyerekek ugyanúgy nálunk is legóznak, építenek fakockából, vagy éppen Montessori eszközökkel játszanak, de emellett nekik az egy lehetőség, hogy azon a délelőttön lehet tablettel is játszani. És a tabletten milyen típusú játékok vannak, nyilván ilyen készség-képességfejlesztők, mint például? Például, ami nagyon bevált nekünk, és jól tudjuk alkalmazni, van ez a Sündisznó Akadémia nevű alkalmazás, amiben több játék is szerepel. Ezek a Google Play áruházból ingyenesen letölthető alkalmazások, amik a reakcióidőt, a figyelmet, a koncentrációt, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindent tudunk velük fejleszteni. És akkor ugye nem csak tablettes képzés van, hanem az úgynevezett bibót. Hát eszközhasználat, vagy hogyan mondja? A bibót az egy eszköz, amit mi használunk, ez egy programozható robotméhecske. Ezt viszont már úgy szoktuk, ez korosztály függő azért. A kis csoportosok is programozni tudják, már a 3 évesek, de azért legfőképp ez az 5-6 éveseknek a játéka. Itt pedig olyan lehetőséget és időt és helyet próbálunk keríteni, ahol ezekkel a gyerekekkel külön elszeparálódva egy picit tudunk ezzel a robottal játszani, és megtanulják kezelni. De milyen típusú játékokat lehet játszani, és ezek a játékok milyen képességeket fejlesztenek? Ezt a robotot programozni lehet, és ez a robot ugye közlekedik, megy, bizonyos utasításokat adunk neki, és ez szerint közlekedik. Ami változtatható, ez a robot egy pályán, egy kötött pályán tud közlekedni, és a pályáknak a sokszínűségével tudjuk variálni a fejlesztési területeket. Tehát például van matematikai pályánk, ahol számolni kell a gyerekeknek, van környezetes pályánk, ahol bizonyos tulajdonságok szerint kell közlekedni a gyerekeknek, van olyan pályánk, ami jeles napokhoz kapcsolódik, mint például a víznapja, és akkor egy víznapi, egy vizes pályánk is van, akkor azt szoktuk elővenni. Tehát itt ezek a kötött pályák adják a lehetőséget a variálásra. Ugye ez egy másfajta játék vagy foglalkozási mód, hiszen ugye a gyerek valamit, ez esetben egy robotot irányít. Na most hogyan tud összekapcsolódni a másnak az irányítása és a másnak a korlátainak a felismerése azzal, hogy ő a való életben ugyanezeket megtapasztalja és okosan használja? Úgy tud összekapcsolni, hogy mivel ezeket ő megéli, és ugyanúgy ugyanúgy megéli ezáltal, hogy mást irányít? Persze, megéli. És utána ezt tudja alkalmazni a saját mozgásában és más mozgásában, és azon kívül, hogy mi ezt a robotot irányítjuk, ugyanúgy megvannak azok a mozgásos tevékenységek is, ami által ezeket tudja majd hasznosítani és alkalmazni, amit itt tanul. Miért gondoljátok fontosnak az ilyen típusú képzéseket? Mi az a plusz, amit adhat a hagyományos foglalkozásokon túl, hiszen nyilván azok is jó ideje nem véletlenül beváltak? Onnan, hogy a mai világ az már azért fejlődik, és olyan lehetőségeket kínál, mint például egy robot, vagy éppen egy tablet, akkor éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és építsük be ezt abba a munkába, ami a hagyományos pedagógiai értékeket ugyanúgy közvetíti. Mit tapasztaltok egyébként, hogy a technikai fejlődés miatt a gyerekek figyelme is változik? Másként kell őket lekötni, vagy máshogy lehet, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt? Igen, másképp. Sokkal
kreatívabbnak, és hogy mondjam, tehát nehéz őket motiválni, sokkal nehezebb őket, fenntartani a figyelmüket, de azért meg lehet találni ezekre is a módot, hogy mi módon lehet őket motiváltabbá, és például ezekkel az eszközökkel azzá lehet. Tehát ezek felkeltik minden gyerek érdeklődését. Amellett, hogy szép színes, és hangokat is, tehát hangkíséret van mindig a játékokhoz, tehát ez azért eléggé leköti a figyelmüket és felkelti az érdeklődésüket. Rengeteg inger éri a gyerekeket, mindenféle fények, hangok, vagy vegyük le, ugye alapból már nem csak a televízió van, hanem rengetegféle platformon, ahol a gyerekek működnek, az internet, a számítógépek, az okostelefonok, tabletek, de és ezt kihasználva használjuk mi is ezeket az eszközöket, mert azért ezek lekötik jobban a figyelmüket. És mi az, amit mondjuk ugye hát mondhatjuk, hogy nem tegnap kezdted a pályát, hanem mondjuk tegnap előtt, hogy ahhoz képest melyek azok a játékok, amik mondjuk lehet, hogy még tegnap előtt elvonták volna a figyelmüket, de ma valami miatt nem működnek. Tudnánk ilyen példákat mondani? Hát azért nem igazán, mert olyan érdekes, ha behoz az ember egy régi játékot, akkor azzal ugyanúgy felkelti. Azért gyerekekről beszélünk, nekik még a játék az az alapvető tevékenységük, tehát... Akkor mi az, ami más a mai világ miatt? Mi az, amiben látszik a változás? Hát erre úgy igazán nem is tudom, hogy mit kellene, de biztos, hogy... A minőségi idő, tehát hogy a gyerekekkel töltött minőségi idő, ami úgy érezzük, hogy kevesebb talán egy picit. Tehát mondhatjuk azt, nyilván családja válogatja, hogy a szülőknek kevesebb, sok helyen kevesebb idejük van foglalkozni velük, és ez mi mindenben mutatkozik meg egy gyereknél? Mik a jelei? Mit tudom, hiperaktív, vagy mi? Szélsőséges esetekben viselkedészavar, hiperaktivitás, ilyesmi is jelentkezhet. Legszélsőségesebb esetben egy gyerek lehet sajátos nevelési igényű, de azért általában a legtöbb gyereknél egy figyelemkoncentráció zavar, ami nagyon jól fejleszthető, tehát ezek a dolgok nem úgy kell elképzelni, hogy örökre így marad, hanem ezek a dolgok fejleszthetők és alakíthatók az óvodai nevelés útján. Általában az óvodai évek alatt melyek azok a legfontosabb képességek, amiket leginkább fejlesztetek? Hát rengeteg képességet fejlesztünk, ugye most már nem is óvodai foglalkozások vannak, hanem úgy hívjuk, hogy kezdeményezések, tehát mi keltjük fel a gyerekek érdeklődését, és ez alapján jönnek oda a bizonyos tevékenységekre, ami kötött foglalkozás az a mozgás, tehát ott az elmegyünk a tornaterembe, és ott tornázunk. De rengetegféle képességet, és ugye nem, azt már nem mondjuk, hogy iskolára felkészítünk, de viszont azok a képességek, amik szükségesek az iskolakezés, azokat ki kell alakítani az óvodai évek során, hogy ez kialakuljon a gyermekekben. Ez nagyon sok területen, tehát a mozgás területén, az érzelmi nevelés, az értelmi képességek, a finom motorika területén, tehát rengeteg területen kell őket. Melyek azok a képességek, amelyek a mai gyerekekben sokkal fejlettebbek, talán pont a technikai fejlődésnek köszönhetően, és melyek azok, amik pont emiatt talán még inkább fejlesztendőek? A mozgás képesség a fejlesztendőbbek, mert sokszor ugye ezek a technikai vívmányok azt eredményezik, hogy nem annyit töltenek esetleg a szabadban és futkározással és egyebekkel, de ezek nagyon jól és nagyon gyorsan fejleszthetőek itt, mert mihelyt egy közös mozgásos játékba bekapcsolódik egy gyerek, akkor azért elindul ennek a fejlődésnek az útján és az óvodában ez a mindennapos testnevelés és a nagy mozgásos foglalkozások alatt is megvalósul. És ami meg kicsit fejlettebb, ugye ha már használja ezt az okostelefont, a tabletet, a finom motorikája sok gyereknek már azért, tehát hogy olyan az ujjaival, ahogy ezeket megérinti, és ahogy használja, azért ez fejlett több gyereknél. És ugye néhány éve kezdtétek csak el itt, ugye ebben az óvodában alkalmazni a tableteket, illetve ezt az úgynevezett BeBot eszközt. Nyilván csak néhány év tapasztalata kapcsán, de ugye van egyfelől az elmélet, amit meg lehet tanulni, aztán meg van a gyakorlat, ami ezt alakítja. Mennyire van ez még gyerekcipőben vajon? Mik a tapasztalatok? Hát ez még gyerekcipőben van, mi is még csak tapasztalunk, de amellett, hogy tapasztalunk, és ugye szerzünk ez ügyben tapasztalatot és tudást, akkor mi azt itt belsőleg megosztjuk a kollégákkal. Tehát, hogy erre is odafigyelünk, hogy nem csak a mi csoportunkban, tehát ne szeparálódjon le egy óvodai csoportra, hanem hogy az összes csoportban lehetősége legyen a gyerekeknek kipróbálni ezeket az eszközöket. Tehát itt ebben az óvodában minden csoportban, így tulajdonképpen kézről kézre adjátok az eszközöket. Aha. Későbbiekben még nyilván pénzkérdés is az ilyen eszközök beszerzése, de vannak esetleg
további tervek, hogy hogyan, merre fele nőhet ez tovább vajon? Ez nőhet, és hát ugye ezek az eszközök a fénysebességgel fejlődnek, tehát hogyha én azt mondom, hogy 2 év múlva már ez a tablet elavult, akkor azokat lehet lecserélni és fejleszteni, amellett pedig hát a különböző játékok is, amiket ugye letöltünk, alkalmazásokat, azok is fejlődnek és alakulnak, és ezeket is ugye lehet frissíteni mindig és fejleszteni. Tehát a határ a csillagos ég, úgy mondhatjuk, tehát lehet ebben is fejlődni, előre menni. És hát ugye, hogy több eszközünk legyen, amit ugye akkor több gyereket tudunk ugye foglalkoztatni egyszerre. Mennyire tartott fontosnak egyébként ezt a fajta modernebb foglalkozási módszert? Fontosnak tartom, mert ez egy olyan lehetőséget ad, amit más nem adhat meg. Tehát ez egy olyan kiváltság vagy lehetőség a gyerekeknek is, amit utána tud hasznosítani és beépíteni más jellegű feladatoknál, vagy bármi másnál. Nyilván ez egy messzebbre vezető téma, de nagyon fontos rész ugye a családi háttér, otthon a szülő, amit ugye itt elindítotok bent, nyilván optimális esetben, hogyha otthon folytatódik, az segíti a folyamatot. Kaptatok olyan visszajelzéseket szülőktől, hogy valami változott otthon az ilyen foglalkozások nyomán pozitívan? Változott. Volt olyan szülő, aki kérte az alkalmazásoknak a nevét, mert otthonra is szerette volna letelepíteni a különböző okos eszközeire ezeket, és otthon is szeretett volna a gyerek tovább játszani ezzel a játékkal. De ez azért nem mondanám, hogy 100%-ban mindenkire jellemző, ez családja válogatja. Van, aki ugyanúgy továbbra is játsza azokat a játékokat, amit a gyerek szeretne. Pedig ebben fontos nagyon a tudatosság, hogy a szülő mit enged meg, hogy a gyerek mit töltsön le az otthoni telefonra vagy tabletre. Nyilván ez is családonként változó, de általában mennyire együttműködőek a szülők? Együttműködőek abszolút, sőt ennek a dolognak mindig örülni szoktak, tehát és utána kérik a tapasztalatunkat, vagy mi hogy szoktuk, vagy hogy csináljuk, tehát ebben kikérik a tanácsunkat, és szerintem jövőbeli terveink között szerepel, hogy jó gyakorlatként ezt szívesen átadnánk több óvodába, esetleg a kerületben. És ha néhány mondatban össze kellene foglalni, hogy mi az, amiért fontosak ezeknek az eszközöknek a használata, mit mondanál? Hát néhány mondatban annyit mondanék, hogy nagyon sok lehetőséget kínálnak ezek az eszközök, és szerintem érdemes ezekkel az eszközöknek adta lehetőségekkel élni, mert a mai gyermekek, a mai kor gyermekeinek ez egy olyan lehetőség, ami ugyan a régieknek nem adatott meg, de nekik igen. És ezáltal, hogy ezeket az eszközöket használjuk, más területek is ugyanúgy fejlődnek, sőt, még kiemelkedőbben fejlődnek, mint a hagyományos óvodapedagógia mellett, persze ezeket az értékeket is ugyanúgy közvetítve.